A Merkantil Bank Liga MB2-es labdarúgóbajnokság 14. fordulójában a listavezető MTK Budapest csapatát fogadta a 19. helyen tanyázó Soproni VSE. A találkozó egyértelmű esélyese a vendégcsapat volt. Mintegy 600 néző didergett a szemerkélő esőben a fedett lelátón, várva a mérkőzés kezdetét. Olá Gábor vezetésével érkeztek a csapatok, asszisztensei Kulman Tamás és Bagi Csaba voltak. A Soproni VSE kezdő csapata. Henrik, Gyürki, Ág, Sifter, Koroncai, Szabó László, Hatházi, Holzmann, Kulcsár, Szőke, Horváth Péter. Az MTK Budapest a Demjén, Katona, Balog, Baki, Dajcs, Vas Patrik, Kanta, Vas Ádám, Torgelle, Repka, Gera 11-el kezdett. A soproniak felállása egyértelműen a védekezést helyezte előtérbe. A mérkőzést a fehérmezben játszó MTK kezdte, és gyorsan vezetést is szerzett. A 7. percben Kanta hosszú oldalra lőtt szögletét, visszafejelték a kapu előterébe, Repka pedig hátrafele ollózva a bal alsó sarokba juttatta a labdát. 0-1. A 35. percben szépségdíjas góllal növelt előnyét a kék-fehér csapat. Kanta pörgette a labdát Vas Patrikhoz, aki jobbról középre adott, és az érkező Gera az 5-es felesről a kapuba lőtt. 0-2. Nagy fölényben játszottak a vendégek. A 44. percben 20 méterre a hazai kaputól szabadrugáshoz jutott az MTK. Gera lövésénél a sorfalon megpattanó labda a bal felső sarokban kötött ki. 0-3. Ez lett a félidő eredménye, hűen tükrözve a két csapat közti tudásbeli különbséget. A második félidőben is a vendégcsapat dominált. Az 50. percben Kanta készülhetett szabadrugáshoz. 24 méterről leadott lövése nyomán védhetetlenül csavarodott a labda a jobb felső sarokba. 0-4. A 84. percben volt még egy nagy lehetőség a vendégeknek. Vas Patrik indult meg a jobb oldalon, középre adott, Torgelle pedig 8 méterről a felső lécre bombázott. A hátralévő időben már nem változott az eredmény, ilyen arányban is megérdemelte az MTK győzelme. Az SVS-e vereségével az utolsó helyre került a bajnoki tabellán, és egyre kilátástalanabb a helyzete. Nagyon örülök, hogy ennyien elkísértek minket a rossz idő ellenére. Ezt egy ilyen hosszú utat megtettek értünk, úgy gondolom, nagyon jó játékos, szép urok a hálátuk meg nekik. Egy nagyon jó szervezett csapat otthonában, és akkor úgy elvinne a 3 pontot, hogy nagyon maga biztos játékot nyújtottunk. Tudjuk, próbáltunk volna meglepetést okozni, de úgy gondolom, hogy megítelten nyertem TK, hiszen sokkal jobb lehetőségekkel rendelkeznek, mint mi. Úgyhogy ott vágnék, és sok sikert kellene a jövőben.